Sziasztok! Ez alkalommal egy kicsit a sérülékenyebbeknek, pontosabban a térdfájósoknak fogok mutatni három olyan, szerintem minden edzőteremben elvégezhető gyakorlatot, amivel segíteni fogja azt, hogy egy-két hónapon belül enyhüljön a térdfájásatok, és egy kicsit jobbnak érezzétek az általános közérzeteket, már ami a térdeteket illeti. Mi az, amit ezt meg tudsz csinálni azért, hogy a térded ne legyen kellemetlen, ne legyen fájós? Az első, keresned kell egy támaszható falat, egy ilyen kis gépet, aminek neki tudsz dőlni, tehát semmi bonyolult dolgod nincs. Oda a kis popsi hajlatodba becsúsztatod a vasat, neki dőlsz a hátadnak, és a következőt fogom kérni. Szépen elindulsz előre, jó mélyre, és összezárod a lábfejedet. És innen csak annyi lesz a dolgod, hogy nem kiakasztod a térded, hanem nagyon picikét be van hajlítva, és innen csak kiállsz a sarkadra, megtartod, és visszaengered. Próbáld nem letenni a talpadat, csak fölállsz a sarkadra, megtartod, visszateszed. Fölállsz a sarkadra, megtartod, visszateszed. Én nem mennék bele abba, hogy mennyi ismétlésig vagy hogyan, próbáld fél percig, percig legalább ötször megcsinálni, és utána garantálom, hogy érezni fogod a különbséget. Jön a következő feladat. A következő feladathoz lehet padot használni, lehet otthon széket használni, lehet egyébként a trükkösebbeknek nagy labdát is használni, de szerintem a legegyszerűbb, hogyha van egy ilyen 40-50 centis pad, és a következőt fogom kérni. Le kell térdelnetek elé, és a lábfejeteket föltenni a támaszra. És miközben föltámaszkodtatok, annyi lesz csak az össz dolgotok, hogy minél mélyebbre, lejjebb leengeditek a térdeteket, és minél magasabbra fölviszitek a feneketeket. Tehát ez úgy néz ki, egy kicsit vicces maga a pozíció, de egyébként roppant hasznos, letámaszkodtok, és próbáljátok így a cipőtök orrát, a lábfejeteket rátenni a szivacsra. És innen elemelkedik a térdeteket, és ebbe a kis mély pozícióba leengeditek a térdeket, anélkül, hogy leérni a földre, majd jó magasra föltoljátok. Tehát leengeditek, amilyen mélyre tudjátok, jó magasra föl. Lent egy picikét kitartjuk, és szépen hosszan csak rúgjuk fel a fenekünket, és ebből kell szintén fél percig, percig ezt a gyakorlatot végezni, és ez is sokat fog segíteni a térdeteken. És akkor jön a harmadik, amit biztosan fogtok találni, nem is kell messze menni. Szépen a lehető legszebb pozícióba, de hátra behelyezkedtek. Nyilván nekem ez már be van állítva, de a legjobb, hogyha a lábaitoknak megfelelően beállítjátok a gépeket. Jó, ez ugye a tomb feszítő. Annyi lesz a dolgotok, hogy beakasszátok a lábatok. Nyilván most az enyémben nincs súly. Belekapaszkodtok oda a kalantyúba, kihúzzátok magatokat, és szépen elkezditek a lábatokat, comb, láb, tehát lábfejtől egészen a combotokig egy vonalba tartani az egészet, és nem kiakasszátok és rúgtok egy nagyot, hanem még miatt kinyúlna a könyök a térdetek, megállítjátok egy picit, és innen fékezve lassan engeditek le. Utána, hogy már körülbelül ezt a 90 fokot betartottuk, emeljük a következőt, lassítjuk, megállítjuk, és szépen, lassan, fékezve, ellentartva engedjük le. Tehát itt fönt, amikor megemeld, egy picikét mindig állítsd meg, hogy a súly az visszarúgjon, visszatartson, és hogy a combod, a sípcsontod, lábfejed végig egyben van, ez egy nagyon jó kis erősítő pozíció, és így fog már remegni a lábad, és nem tudod, hogy mi a franc bajod van, akkor jó. Tehát szépen lassan le, és ebből szépen föl. Tehát, hogyha ezt a három feladatot megcsinálod, mindegyiket próbálod egy olyan fél percig, percig csinálni, én amondó vagyok, hogy egy-két hónapon belül neked a térded sokkal jobb érzéssel fog szolgálni téged, és sokkal bátrabban fogsz majd a feladatokba belevágni és kipróbálni. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, remélem legközelebb is velem tartatok, sziasztok!